Jó napot kívánok, Schmidt Kálmánt üdvözlöm, az aranypiaci szakértőnket, az aranypiaci ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok! Hetek óta esik az arany árfolyama, jelentős árfolyam kiigazítás történt a múlt héten. Mit csináljon a kisbefektető, eladjon vagy kivárjon? Azt gondolom, hogy a kisbefektetőnek érdemes azt átgondolni, hogy miért is vett aranyat, vagy miért szeretne aranyat venni, milyen céljai vannak, milyen időtávon tervez, és milyen hozamelvárásai vannak. Ha rövid távra tervez, spekulatív hozamelvárásokkal, egy emelkedő aranyárfolyamban bízik, ő neki azt gondolom azt lehet tanácsolni, hogy talán várjon a befektetésével, illetve hát ne annyira az emelkedésre, hanem inkább az esésre fogadjon, mert az esésnek tűnik most nagyobb valószínűsége, annak ellenére, hogy valamelyest talán felállhat a mostani padlóról az árfolyam, valameddig emelkedhet, de nagyon úgy néz ki, hogy egy keserves év vége és keserves jövő év eleje várhat a piac szereplőire, tehát további esés van ebben a pillanatban legalábbis kilátásban. Aki viszont egyfajta konzervatív, tehát nem spekulatív megfontolásból vásárol aranyat, egy vésztartalékot lát benne, az ő számára azt gondolom, hogy nem a rövid távúságnak, hanem hosszú távnak van jelentősége. Hosszú távon pedig mindenképpen azt gondolom, hogy a sárga nemesfém egy értékes, fontos része lehet egy befektetési portfóliónak. Egy emberöltő alatt, ami mégiscsak 70-75 év, mindenkivel szembe jön legalább az élete során 2-3 nagyon masszív válság, olyan, mint amit az elmúlt 5 évben is láttunk. Tehát egy olyan 20-25 évente ilyen rendszerváltó, rendszer megingató válságok szoktak érkezni, és ezekben az időfázisokban, ezekben a szakaszokban fontos, hogy az ember befektetései között legyen többek között arany is, tehát hogy több lábon álljon egy befektetési portfólió. Ilyenkor értékelődik föl az arany szerepe. Most, ahogy esik az árfolyam, esett az elmúlt időszakban is, esett az év első felében jelentősen. Sokan úgy gondolhatják, főleg, hogy múlik is a válság, és azzal kell számolni, hogy az elkövetkezendőben is a válsághírekből kevesebb lesz, és visszajönnek úgymond idézőjelben boldogabb békeidők ismét, és 10 évig talán prosperáló világgazdaságot fogunk látni. Ebben az időszakban szívesen megfeledkeznek az emberek a válságokról, és arról, hogy milyen fontos szerepe tud lenni egy vésztartaléknak, de én azt gondolom, egy bölcs befektető, hogy most kis befektető vagy nagy befektetőről van szó, jegybankokról vagy nagy befektetési alapokról, például mégiscsak az cselekszik helyesen, aki az alacsony árakon, és azért most kezdünk, visszaérkeztünk történelmileg már alacsony, relatíve alacsonynak mondható árakra az aranynál, hát aki alacsony árakon időnként, időben széthúzva, több apró részletben bele-bele vásárol a piacba, és idővel kialakít magának egy aranytartalékot, azt hiszem, hogy ez továbbra is egy bölcs megfontolás, egy bölcs befektetési stratégia lesz. Ön is úgy gondolja, hogy a befektetőknek át kell értékelniük az arany profit termelő képességét, mert jelen gazdasági környezet nem kedvez a rövid távú befektetési stratégiának. Hosszú távú, konzervatív befektetési politikával lehet csak esély az arany piacán. Igen, hát feltétlenül ezt gondolom, és ezt igyekeztem közzé is tenni, tehát bár látom létjogosultságát egy spekulatív befektetési mentalitásnak is, ez is egy normális dolog, hogyha valakinek rövid távú hozamelvárásai vannak, és emelkedő vagy csökkenő árfolyamra akar spekulálni, de alapvetően az aranyban mindig is a konzervatív befektetési eszközt és a hosszú távú befektetési eszközt láttam, amely hosszú távú biztonságot képes garantálni a befektetőknek. Ahogy említettem, ez sokan elfelejtik akkor, amikor a dolgok jól mennek, és ezt láttuk a mostani válság előtt is, hogy a 2008 előtt az arany befektetési szerepe az tulajdonképpen elenyésző volt. Az emberek a 90-es évek jó gazdasági helyzetében csak ágában nem volt aranyat vásárolni. Befektetési céllal a kereslet 80%-át az ékszerkénti aranyvásárlást tette ki szerte a világban. Aztán ez a válság alatt, most legutóbb az elmúlt 5 évben jelentősen megváltozott, csak nem a fele a világszerte vásárolt aranynak befektetési céllal lett megvásárolva, az ékszer iránti kereslet hatalmasat zuhant az elmúlt 5 évben. Úgy néz ki, hogy ez most az elkövetkezendőkben ismét meg fog fordulni, az emberek mentalitása már csak ilyen,
ha jól mennek a dolgok, akkor nem gondolnak arra, hogy tartalékokat képezzenek ínséges időkre, tehát valószínűleg az aranyiráti keresletet az elkövetkezendő években ismét az ékszeripar fogja majd jelentősen befolyásolni mindaddig, és a befektetői kereslet vissza fog szorulni, mindaddig, amíg nyilván majd a következő válság 10-20-25 év múlva nem jön, és akkor ismét majd előtérbe kerül jobban az arany befektetési arca. Tehát csak ismételni tudom magamat. Én azt gondolom, hogy aki a mostani szituációban továbbra is egy biztonsági játékosként tartalékképzési céllal több apró részletben, időben széthúzva rendszeresen építgeti a maga kis aranytartalékát, úgy, ahogy egy nemzeti bank is ezt teszi, azt gondolom, hogy nem fog hibát elkövetni hosszúra nézve, még akkor sem, ha most az elkövetkezendőkben valóban megy még lejjebb is az árfolyam, abszolút mélypontot, amikor aztán tényleg lejjebb már nem megy, és ott beszállni a piacra, az lenne a legjobb persze megcsípni, de ez egy kis befektető számára, de azt gondolom, hogy még nagy befektető számára is lehet mondani, hogy lehetetlen. Az úgynevezett timing a legnehezebb nem csak az aranynál, hanem minden nemű befektetési eszköz esetében, tehát csak azt lehet csinálni, hogy több apró részletben vásárol az ember. És a mostani árszintek már azt gondolom, hogy olyan szintek, ahol mindenképpen érdemes beszállni egy részlettel a piacba. Igen, azt hiszem a lehető legjobban lett most megfogalmazva a befektetések alszpolitikája a jelen gazdasági környezetben, az aranyeszközzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a beszélgetést, és jövő héten újra beszélünk Schmidt Kálmánnal, az Aranypiac ügyvezető igazgatójával. Viszont hallásra! Köszönöm én is, viszont hallásra!